Sepsiszentgyörgy lakosságát láthatjuk az 1848 nyarán, amint imádkoznak az Úrhoz, hogy segítse őket, mentse meg azoktól a bajoktól, amelyre a betörő orosz csapatoktól számíthatnak, valamint óvja meg azokat a magyar katonákat, magyar apákat és fiúkat, akik a szabadság zászló alatt harcolnak a harcmezőkön. Mint láthatják, kedves nézőink, Háromszék népét ez alkalommal is újabb megpróbáltatás éri. Az egyáltalán nem kegyelmes és kulturált jó modorukról híres kozák lovasok fergeteges rohammal vett véget a zaklatások közti rövid nyugalomnak. A kozákokról egyébként el lehet mondani, hogy az orosz cári birodalom legkezelhetetlenebb katonái voltak, viszont az ellenség felderítésében és a rajtaütésszerű váratlan támadások végrehajtásában verhetetlennek bizonyultak egész Európában. Derült égből villámcsapás jellegű megjelenésükkel, a már elfoglalt területek lakói is sokszor halálra ijesztették, hiszen majdnem mindig ott bukkantak fel, ahol a legkevésbé számítottak rájuk. Céljuk általában egy volt, a harácsolás, és ezt a mi esetünkben sincsen másképp. A követelőző cári tiszt elébe a város bírája siet majd, kicsiny küldöttségének élén, hogy mentse, ami menthető. A tiszt követelőzéseire magyarázkodással válaszol. Már nincs a városban több élelem, amit a cári hadsereg számára biztosítani tudna. Erre a tiszt dübegurul, majd ezt a muszka módra azon nyomba ki is nyilvánítja, amint láthatják. Jó lesz a kis szerencsével, élve megúszza a bíró ezt a találkozást. Ezen a napon, a már említett 1849. július 15-én fordulat állt be Háromszék történetében. Sajnos a székelyek számára ez sem egy kezdező változás, ugyanis osztrák császári csapatok jelennek meg Sepsiszentgyörgyön, méghozzá a császári alakulat, amely márciusban demseregei űztek ki a tömösi szoroson át Havasalföldre. Ezen csapatok most Alekszandr Nikolajevics Luders cári altábornagy parancsára Háromszékre érkeznek, hogy leváltsák a megszálló orosz alakulatok egy részét. A császári katonák harci kedve nem éppen kifogástalan, mert a télen és a tavasz elején elszenvedett vereségek mellett Havasalföldön még egy kolera járvány is megtizedelte őket. Ami viszont előnyükre válik, a Háromszéket megszálló cári seregekkel együtt csak nem 13 000 vannak, ami nem messze meghaladja a csíkban állomásozó magyar honvédek számát. Mindezek mellett pedig a császári alakulatok tagjai mind hivatásos katonák, míg a forradalmi hadsereg jelentős része frissen verbúvált, rosszul felfegyverzett és többnyire még kiképzetlen honvédból áll. A bevonulást követően a hivatalos protokoll szerinti jelentésadás és a fogadása következik. Korabeli katonai szokás szerint a frissen érkezett alakulatok fölött a cári parancsnok szemlét tart. Végül a kötött és meglehetősen hideg protokoll után a parancsnokok közvetlenebb módon is üdvözlik egymást, majd városnézésre indulnak. Jelen pillanatban éppen a parancsadást láthatják, valamint a szemlét. Thank you.
Amint azt láthatják, a császári alakulatok a fehér színű egyenruháikban, valamint a császári színek a sárga és a fekete színekkel jól láthatóan viselik az osztrák felség jeleket, ellentétben a kozákokkal, akik a tipikusan sztyeppei harcmodort és öltözéket viselik, ahogyan azt a cári hadseregben is hordták. Így hát jól elhatárolható két különítményről van szó. A korabeli szemle felidézése látszik most, amint jelentést adó tiszt követi a jelentést fogadót, és kíséri annak a szemlét követő mozdulatait. A kötött és meglehetősen hideg protokoll után a parancsnok, amint láthatják, közvetlenebb módon is üdvözlik egymást, majd városrézésre indulnak, katonáiknak szabad harácsolást engedélyezve. Csata jelenetünkben igyekszünk az egykori forrásokra támaszkodni, és azok szerint állítva össze ezt a forgatókönyvet, ezt a koreográfiát, és felidézhetjük ezáltal, hogy korábban közel 170 évvel ezelőtt hogyan zajlódhatott ez a Sepsiszentgyörgyi csata. Mint láthatjuk, a bor minden nép fiának egyaránt ízlik, a káposztát viszont magára már inkább csak az oroszok kedvelik. Végül a rég kifosztott városban is mindenki csodálatosan feltalálja magát, hiszen az éhes gyomor nem válogat, és a mindenkori katonának szinte bármi jól jön, ha könnyen jön, és ha éppen ingyen van. Még táncra is perdülnek a bor hatása alatt, gyorsan eltanulják egymás táncait is. A muszkatáncok hamar híveket találnak a Habsburg birodalom katonái között is. Ebben az időben még nyoma sincs a néhány évtizeddel későbbi nagy háború osztrák-orosz ellenségeskedéseinek. Itt még az orosz és az osztrák katonák vidáman együtt mulatoznak a szabadságért kétségbe esetten küzdő Magyarország romjai. Tehát a kozákoknak a legelterjedtebb és legjobban, leginkább félelmetes fegyvereik, könnyűlovassági fegyvereik az úgynevezett pikák voltak, amelyeket láthatnak önök is a kozákjaink kezében. Ez egyfajta láncsa, amelyel nagyon veszélyes fegyverré tudtak válni, hiszen annak hosszúsága már akkor meg tudta sebezni ellenségeit, amikor azok még nem tudták kardjaikkal elérni a kozákokat. Maga Rusty.
klasszikusságában még újdonság a 19. században. Erről már évezredekkel ezelőtti időkben az írásbeli emlékeink vannak. Az orosz katonák még mindig is fogékonyak voltak az ilyesmire. Most mindent összevetve, kedves közönségünk, ilyen állapotok uralkodtak 1849. július 15-én. Viszont néhány nappal később egészen más szelek kezdtek fújni Háromszéken. Ugyanis BEM tábornok július 16-án a Besztercei frontról Csíkszeredába érkezik, és újra szervezi a székelyföldi honvédsereget. Ezt követően csapataival Kézdivásárhelyre, majd július 18-án Magsára vonul, a Sepsiszentgyörgy elfoglalására készül. Erről azonban a muszkák és a császári alakulatok mit sem sejtenek. Mielőtt BEM támadást indítan a Sepsiszentgyörgy és környékén állomásozó ellenséges csapatok ellen, felderítőket küld ezen csapatok felkutatására és erejük felmérésére. A mi esetünkben az imént látott két huszár felderítő, kihasználva az ellenség figyelmetlenségét, közel merészkedik az Ebrestetőn felállított osztrák ágyukhoz. Ez még így is kockázatos vállalkozásnak számít, hiszen bármilyen váratlan dolog megtörtént ilyenkor, mely veszélybe sodorhatja az életüket. Ha pedig fogságba esnének, azonnal kiderülne, hogy BEM tábornok csapatai a környéken vannak és a város elfoglalására készülnek. Még szerencse, hogy huszárjaink kellőképpen fel vannak készülve a meglepetésekre, és a csikós és betyárok jól bevált módszerével leleményesen megoldották a kényes helyzetet. Végül július 20-án BEM tábornok csapatai elindulnak Magsáról, angyalosan állt Sepsiszentgyörgy felé. Az Ebrestetőn, a mai állomás negyedben táborozó császári csapatok ellen először BEM a huszárokat küldik. A támadásnak csupán taktikai jelentősége van, hiszen BEM nagyon jól tudja, szakszerűen végrekező gyalogsággal és tüzérséggel szemben győzni semmi esélye nincsen a lovassági támadásnak. Arra viszont jó a huszár támadás, hogy az ellenség figyelmét lekösse, amíg ő a saját tüzérségét és gyalogságát hadrendbe állítja. Amit láthatták, az úgynevezett sündisznó alakzatban védekeztek a császári gyalogosok a könnyűlovas támadás ellen, amely a sündisznó jellegzetes védekező taktikáját veszi alapul, természetből táplálkozik, és a szuronyt szegezve, egymásnak válvetve a gyalogosok próbálják elhárítani a könnyűlovasoknak a támadását. A lovas támadás után BEM a rá jellemző módon gyorsan elindítja a tüzérségi támadást, amelyet a gyalogság támadása követ. Láthatják a csatatérre való felsorakozást, a tüzérség és a gyalogsági sortüzek előkészítését. Sokan megkérdezhetik, és jogosan, hogy mi volt annak az értelme, hogy egymással szemben sorfalba lőjék egymást az emberek abban a korban, hiszen ki voltak téve a biztos halálnak. Nos, ez nem pontosan így van, hiszen az 1848-as forradalom és szabadságharc idején az úgynevezett húzagolt csövű puskák még nagyon kezdetlegesek voltak, és nem nagyon voltak elterjedve. A honvéd alakulatoknál is csupán csak a vadász alakulatok rendelkeztek húzagolt csövű puskákkal, a többiek pedig a hagyományos henger alakú és belül nem húzagolt csővel voltak ellátva. Ez azt jelentette, hogy a benne levő golyó szórása olyan nagy volt, hogy gyakorlatilag pontlövést, célzott lövést leadni szinte lehetetlen volt velük. Ennek volt, ezt kiküszöbölendő jött az a katonai taktika, hogy sorfalakba álljanak, és a gyalogsági sortüzeket egymásra zúdítsák az egymással szembe felállt alakulatok. Azt is érdemes elmondani,
hogy az ilyen lövések közti idő körülbelül egy percet vett igénybe, tehát egy katona viszonylag rendes körülmények között körülbelül egy perc alatt tudta újra tölteni a fegyverét. Éppen ezért nem is meglepő az, hogy az ilyen sortüzek után szurony rohamokkal folytatódott a közelharc, és a csata sorsát valójában már azok az emberi erők döntötték el. Tüzérségi támadás után megindult a gyalogsági támadás is, a gyalogsági közelharc és a sortüzek. Amint láthatják, a császári gyalogság már az első sortüzet le is adta, és igyekszik újra tölteni a fegyverét, amelyekkel nem igazán tudták megsebesíteni a még egyébként távol levő honvéd gyalogságot. A csapattiszt megállította a sorfalat, célra szegeznek, célra tartanak, és hamarosan a csapattiszt kiadja a parancsot a tüzetésre. Ezt láthattuk most. A választüzelés is megtörténik a császári oldalról. Majd újfent közelítenek a honvéd gyalogosok, és hamarosan közelharcra kerül a sor. Az ellenség a heves támadásnak egyelőre ellenáll, ami egyáltalán nem kedvez bennek, mert az idő elhúzódásával az ellenségnek lehetősége van segítséget kérni az Uzon és Kökös környékén állomásozó cári lovasságtól. Ben mindent bevet a gyors győzelem kierőszakolására, de sajnos ő sem tudja elkerülni az elkerülhetetlen. Tovább folytatódik a csata, amint láthatják, a tüzérség újra betöltötte az ágyúit, és újabb tüzérségre készül. Az osztály tüzérség is válaszol, majd újra a gyalogsági lesz a főszerep. Érdekesek a parancsszavak is, amelyeket a csapattisztek kiadnak. Harcjárat, állj, harcjárat, lépés, indul, fél bal, fél jobb. Annak függvényében, hogy merre akarják irányítani a sorfalban, harcjáratban közlekedő egységet. Amint láthatják, a császári gyalogság éppen töltött és fele felsorakozott a sortűzhöz, de a honvéd gyalogság kezdi a sortűzhöz. Harcjárat, járj, szurony, szegez, parony szavakkal indította el a honvéd gyalogsága a támadást, és ismét közelharcra kerül sor, ahol már a fizikai erőt, inkább a haditechnika dönti el a kimenetelét. Ekkor lép a hadszintére a huszárság is. Thank you.
Uzon felől az ágyudörgés halatára cári lovasok érkeznek Rennenkampf vezérőrnagy irányítása alatt. Így a honvéd alakulatok az oldalba támadás veszélye fenyegeti. Remnek ebben a kritikus pillanatban is a huszárok közbelépését kéri, akik azonnal reagálva a parancsra cári lovasság ellen indulnak. Ilyen körülmények közt a Szépmezőn, Uzon és a város közti részen heves lovassági összecsapásra kerül sor. A csata a lovassági ütközetek átlag időtartamához képest elég sokáig eltart. Az ilyen összecsapások alkalmával a lovas csapatok tagjai fej-fej mellett frontvonalban sorakoznak fel, nagyobb csapatok esetében egymás mögött két sor lovas is állhat. A lovas támadás során lépésben, ügetésben, majd vágtában egyaránt a lovak egymás mellett kell, hogy maradjanak a támadás végéig. A lovas roham a lendületével és elsöprő erejével tud az ellenséges vonalakkal szemben a leghatékonyabb lenni. Újabb huszárrohamot láthatunk, újabb lovassági összeütközést. Heves csata bontakozik ki a lovasság között is, a kozákok és a 11-es számú székely határőr huszárok között, miközben tovább zajlik a már korábban látott és azóta is látható gyalogsági támadás is a tüzérség bevonásával. A mi esetünkben végül a győzelmet a huszárok könyvelhetik el, elsősorban a császári csapatok menekülésének köszönhetően. Hiszen az oroszok, mikor látják Vandernőr császári altábornagy csapatainak futását, attól tartva, hogy Bem ellenük fordíthatja ágyúit, kereket oldanak. Uzonnál még szembefordulnak a huszárokkal, de ezzel már nem sokat változtatnak a csata kimenetelén. Végül Kökösnél át kell kelniük a fekete ügyön, és vissza kell térniük a számukra biztonságot jelentő barcaságba. Bem egészen Aldobóig üldözi Vandernőr altábornagy csapatait, míg azok teljesen elhagyják Háromszéket. Az imént lejátszott első csatajelenetben sikerült Sepsiszentgyörgyről kiűzni a megszálló orosz és osztrák csapatokat, Sepsiszentgyörgy felszabadult. Sepsiszentgyörgy lakossága üdvigalgással fogadja a honvédeket, akik felszabadítják a várost.
A sokak által verhetetlennek hit ellenség felett aratott látványos győzelmet a háromszéki emberek lelkében is újra reményeket ébreszt a szabadság győzelme iránt. Természetesen leghamarabb a fiatalokat érinti meg a szabadság szele, hiszen sokan közülük, mint ahogyan önök is láthatták, kedves közönségünk, bensőséges érzelmek is kötnek a forradalmi csapatok győzelméhez. Bem József tábornok személyében pedig a megmentőjüket látják, aki csodával határos módon szabadította meg a városukat az ellenségtől. Erdély magyar alkú-hajkú lakóinak és köztük a székelyeknek Bem tábornok iránti rajongását talán legjobban Petőfi soraival lehetne kifejezni, amelyek a következőképpen hangzanak. Mi ne győznénk, hiszen Bem a vezérünk, a szabadság régi bajnoka, bosszúálló fénnyel jár előttünk Osztrolenka véres csillaga. Így hát nem csoda, hogy a bevonulását háromszék városaiban és falvaiban egyaránt óriási lelkesedéssel fogadják, és a korabeli beszámolók szerint Sepsiszentgyörgyön még az utat is virágokkal hintették be, ahol csapataival eljárt. Ezért az amúgy meglehetősen keménykezű tábornok a székelyeket gyermekeim megszólítással illette, még az ostromállapot kihirdetését tartalmazó felhívásban is. A Sepsiszentgyörgyön történő bevonulás pedig bizonyára emlékezetes maradt, még a sokat látott lengyel tábornok számára is.
Egy nappal később M-tábornok egy kis különítménnyel Ojtoszba siet, és csatlakozik a már rá várakozó honvéd alakulatokhoz, amelyekkel betör Moldvában. A Sepsiszentgyörgyön maradt székely seregek irányítását Gál Sándor ezredesre bízza. Gálnak egyáltalán nincsen könnyű dolga, egy csapatainál sokkal nagyobb létszámú és jóval jobban képzett ellenséggel kell farkas szemet néznie, amelyik a barcaságból bármikor megtámadhatja Háromszéket. Ugyanakkor tudnia kell azt is, hogy amennyiben nem sikerül az ellenséget feltartóztatnia, az még Bem tábornok Moldvába való visszavonulásának útját is elvághatja, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezért gondosan előkészíti a város védelmét egy délről jövő támadás esetére. Csapatait a város és a még külön településként számon tartott Szemerja falu közti dombon helyezi el védelmi állásba. Az ágyukat szemerjai tető környékén állítja fel, gyalogságának jelentős része előtt nyugatra, az erdő felől állomásra. A lovasság a bal szárnyat erősíti. Tisztelt közönségünk, feltűnhet önöknek, hogy két székelyruhás hölgy mit keres egy hadi oszlop végén. Történelmileg korhű a jelenet, hiszen az úgynevezett markotányos nők olyan hölgyek voltak, akik az adott korban is elkísérték a férfiakat a csatába, és elsősorban elsősegélynyújtási feladatokat láttak el, sebeket kötöztek, és az emberek életét próbálták menteni. Július 23-án, három nappal Sepsiszentgyörgy dicsőséges visszafoglalása után a barcaság irányából ellenséges csapatok érkeznek Alsó-Háromszékre. A két osztrák csapat két oldalról Ijefalvára érkezik. Ott egyesülnek, majd Eduard Klam Gallas császári altábornyak irányítása alatt Sepsiszentkirály irányába haladnak. Itt ütköznek meg Gál Sándor előörseivel. Az ellenségre törő huszárság ugyan rövid időre feltartóztatja a sokszoros túlerővel támadó ellenséget, utána azonban kénytelen visszavonulni Szemerjára a honvéd főerőkhöz. Lassan Klam Gallas osztrák csapatai is Szemerjához érkeznek, ahol csak délután 6 órakor tudják megkezdeni a honvédek elleni támadást, mert ütegei a sok eső okozta sárban nehezen haladnak előre. A lassan körvonalazódó fronton a magyar jobb szárnya a legsérülékenyebb. Ezt a tapasztalt Klam Gallas altábornagy is hamar felismeri. A honvédek szerencséjére azonban az egyik legdemoralizálóbb csapatát, a Van der Null Dandárt küldi ellenük, akiket a honvédek visszavernek. Újabb gyalogsági összeütközést láthatunk. A magyarok szívósan védekeznek. Sortüzek követik egymást, így is a gyalogsági sortüzek is egyre szaporábbak. A gyalogság elleni tüzér lövegek az úgynevezett srapnelek, vagy kartácsok, olyan típusú lövedéket lőnek ki, amelyek kifejezetten a gyalogság ellen használhatók, apró pici golyók robbannak szét, és tetszőlegesen szóródnak szét a harcmezőn, ami nem válogat, és nagyon nagy sebesüléseket tud okozni a
bármelyik ellenfélnek, akit eltalál. A császári parancsnok kiadja a szurony szegez vezényszót, és megindul a gyalogsági támadásnak a közelharc része. Ezt láthatják most, amit látják, alkotányos nők, amit korábban elmondtam, mentik a sebesülteket, próbálják meggyógyítani őket, próbálják ellátni sebeiket, és hátravonni lehetőség szerint a biztonságot nyújtó hátsó vonalakba. Felbomlott a harcvonal, kialakul, kibontakozott a közelharc. Amely, amint a már korábban említett honvéd csapatok győzelmével zárul. Az öröm azonban nem tart sokáig, mert kökös felől Rennenkamp szári vezérőn nagy lovassága indít támadást majd Gál Sándor ellen az Old Bar partján a város fele haladva. Gál azonban ráirányítatja az ágyúinak egy részét. A sor tűz hat, a cári lovasság megfut, és a továbbiakban nem is vesznek részt az ütközetben. Ekkor azonban Clam Gallas megelégelve az eddigi sikertelenségét újabb támadást indít a front teljes szélességébe a honvédek ellen. Ezt a támadást már Gál Sándor csapatai nem tudják feltartani, és a honvédsereg lassan Sepsiszentgyörgy irányába kezd visszavonulni. Ekkor történik, hogy az előtörő császári csapatok felgyújtják a szemérői házakat. Bizonyára egészen szomorú véget ért volna a honvédek számára az ütközet. Az utolsó percben, este 11 óra tájban nem érkezik Gál Sándor segítségére a Rika tetőn állomásozó honvéd zászlóval. Az erősítést kihasználva Gál erélyes ellentámadást indít. Erősítést kihasználva Gál erélyes ellentámadást indított. Az éjszakai támadás meglepi a császáriakat. Erre a meglepetésre amúgy nagyon is szükség volt, hiszen a frissen érkezett erősítés mellett a császári csapatok állománya még mindig 2,5-szer akkora, mint a védekező honvéd alakulatoké. Végül a császári csapatok nagy nehézsége, nagy nehezen visszaverik a támadást, de már ellentámadásra nem maradt sem idejük, sem bátorságuk. Sőt, még az éjszaka hátralevő részét sem merik háromszéken tölteni, a honvédek esetleg újabb támadásaitól tartva. Ők a pillanat örömét élik át, a kivívott szabadság boldogító örömét. Ez alatt a néhány nap alatt látogatja meg a várost Bem tábornok kíséretében, neves forradalmár költőnk Petőfi Sándor, aki néhány nappal később feleségéhez, Szendre Júliához írott utolsó levelében lelkesen ír Sepsiszentgyörgy szépségeiről, kiemelve Szentgyörgy környékének és a városnak páratlan szépségét. Arról is ír, hogy a forradalom és a szabadságharc végső győzelme után családjával ide szeretne költözni erre a vidékre.